Williams Televízió. Az önzetlenség és a lelkiismeretesség mintaképéről, a valaha élt legismertebb magyar orvosról, az anyák megmentőjéről, Semmelweis Ignácról gyáron is megemlékeztek, de átadták a dr. Pusztai Lajos emlékdíjakat is. Az egészségügyiek napján televíziónk dr. Molnár Andor főorvost az elmúlt évben felújított egészségügyi központ működési tapasztalatairól kérdezte. Semmelweis Ignác szomorú életútja, sors tragédia ellenére talán a valaha volt legnagyobb és a világszerte legismertebb magyar orvos. Születésének napja július 1-e. E naphoz kapcsolódva szokás szerint megemlékezünk eme kiváló orvosról, a lelkiismeretesség, a kötelességtudás, az önzetlenség mintaképéről, és tisztelettel hajtunk fejet az emléke előtt. Emellett köszönetet mondunk most az egészségügyi szociális ágazatban dolgozók, emberpróbáló, áldozatos munkájáért is. Minden évben összekötjük a Pusztai Lajos, a Gyálváros önkormányzata által alapított Pusztai Lajos díj átadásával, ahol két díjazott lesz, és ez a Semmelweis napon adjuk át ezeket a díjakat is. Kicsit beszéljünk a magáról az egészségügyi központról. Egy éve újították fel a Gyáli Egészségügyi Központot. Hogyan fogadták a betegek és ott dolgozók a felújítást? Hát mind a betegek, mind a dolgozók óriási örömmel fogadták. Büszkén mondhatom, hogy a rendelő állapota szinte semmit nem változott az eltelt egy év átadás óta. Továbbra is gyönyörűen néz ki. Naponta kapjuk a dicséreteket, a pozitív visszajelzéseket, hogy nagyon megszépültünk, nagyon megújultunk, és mindenki szeretné látni, hogy ez a későbbiekben is így marad. Mi ezen dolgozunk és ezen törekszünk. Az alkalmat kihasználva a 100 esztendős védőnői szolgálat történetéről is megemlékeztek a rendezvény helyszínén, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. Kérem, engedjék meg nekem, hogy a mai rendezvényünkön némiképp rendhagyó módon ne csak Semmelweis Ignácról, hanem a védőnői szolgálat fennállásának 100. évfordulója kapcsán a szolgálat történetéről is megemlékezzünk, és hogy külön is elismerjük védőnőink áldozatos munkáját, hivatástudatát, szakma szeretetét. Magyarországon a századforduló idején a csecsemőhalandóság drámai módon emelkedett, csökkent a születések száma. Ennek számos oka tényezője között föl lehet sorolni a babonát, a tudatlanságot, a szegénységet, a kivándorlást és még egyéb tényezőket is, és ezért különösen fontossá vált a csecsemőhalandóság visszaszorítása, csökkentése. A század előn működő szervezetek, egyletek, egyesületek, látogatónői foglalkoztak a szülőnőkkel, felkarolták az elesetteket. Többféle módon is segítettek, tejkonyhákat működtettek, de tevékenységük nem volt összehangolt, ezért eredményeik sem voltak igazán, nem voltak sikeresek. Ezért 1915. június 13-án a Városháza közgyűlési termében Stefánia belga királyi hercegnő végnökségével megalakult a Stefánia Szövetség, a mai védőnői szolgálat elődje. Az ünnepségen a település egykori főorvosa, dr. Pusztai Lajos emlékét őrző kitüntetést is átadták. A díj egyébként annak a magyar, illetve külföldi állampolgárnak adományozható, aki a gyáli egészségügyi, valamint a szociális ellátás területén kiemelkedő érdemeket szerzett, az egészségügyi és szociális ellátás jobbításáért kiemelkedő munkát végzett. Az 1999-ben alapított dr. Pusztai Lajos emlékdíjat idén ketten kapták meg. Elsőként dr. Kiki Lainé, dr. Mikos Éva, a Fagyöngy gyógyszertár vezetője vehette át a rangos elismerést. 2015-ben a Pusztai Lajos emlékdíjat dr. Kiki Lainé, dr. Mikos Éva, a Fagyöngy gyógyszertár vezetője részére adományozza. A fizikai munka az egy csapat munka, és nekem nagyon jó csapat társai vannak a 2022 éve. Nagyon-nagyon jó szakmai felkészültsége, empátiásra bírnak, és nagyon sokat köszönhetek annak a csapatnak, akivel annak idején elindultunk, és itt ők küzdöttek és segítettek abban, hogy elfogadtak bennünket a lakosok és a rendelő dolgozói. 2015-ben dr. Pusztai Lajos emlékdíjat lehet át Kisné Dömötör Ildikó védőnő. Betegség miatt Kisné Dömötör Ildikó védőnő elismerését fia Kis Csaba vette át.
Az egészségügyiek napján a gyáli mazsorettek adtak színes műsort. Yeah.